Köszöntöm a Panon gazda nézőit! Mai műsorunkban foglalkozunk a Prosperitáti Alapítvány új pályázataival, amire a mezőgazdasági kistermelők is pályázhatnak december 5-től. A folytatásban utána járunk, hogy drága lesz-e a szilveszteri malac, és foglalkozunk a sertéstenyésztők helyzetével is. Valamint beszámolunk arról is, hogy Magyar Kanizsa községben felütötte a fejét a madárinfluenza. Mindezek előtt azonban legfrissebb terménytőzsdei híreink következnek. Folytatódik a Prosperitáti Alapítvány gazdasági fejlesztési programja Vajdaságban. Ezúttal a mezőgazdasági kistermelők is pályázhatnak, méghozzá maximum 1,5 millió dináros keretösszeggel. A következő riportunkból kiderülnek a pályázati feltételek és az alapvető tudnivalók. Kálmán Imre kishegyesi mezőgazdasági termelő 35 anyakocát és 15 törzskönyvezett birkát, azaz 14 kost és egy anyát tart. Korábban egy korszerű anyakoca nevelő és ellető épület megépítésére pályáztak sikeresen. Később egy régi épületet sikerült korszerűsíteni betonrácsokkal és úgynevezett lagúna rendszerrel a Prosperitáti Alapítványnak köszönhetően. Most a jószágállományt szeretné a család bővíteni. Van nagyon jó genetika szafol birkák, amiket elkezdtünk önerőből a birkákat tenyészteni. Ezt kellene nagyon fejleszteni. Szerbiában ez a fajta birka nem elterjedt. Nehéz jó genetikát beszerezni, jobb lenne külföldről beszerezni, ezek mind komoly összegek, és pályázatok nélkül nagyon nehéz, szinte lehetetlen. Annyit mondanák még, hogy ezek a pályázatok, amit mi pályáztunk, ez egy ugye az integrátori szerződéshez kötött, tehát kellett integrátorra a mi esetünkben a Holló kompánival leszerződni, ami nagyon hasznos volt, pozitívat tudok róla mondani. Segítettek, hogy beinduljon az eladás, az orvoslás. A bácsfeketehegyi Horkai Zsolt és családja megytermesztéssel, valamint szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Egyik barátjával viszont gyümölcsfeldolgozásba kezdtek, a bejegyzett kisvállalkozásban ők ketten az alkalmazottak. Az elmúlt időszakban, hál' Istennek, hogy ami szántóföldi növénytermesztést illeti, szinte minden gépet le tudtunk cserélni újabb gépekre, sikerült egy traktort vásárolni, kapcsolható eszközöket, és egy barátommal közösen ő egy vállalkozást nyitott, egy startupos volt, és a megy feldolgozásnak a gépeit valójában gyümölcslevet tudjunk készíteni, azt tudtuk lepályázni. És ugye most már pasztörőző gyümölcsleveket tudunk készíteni, most már lassan 4 éve, és hát most ugye szeretnék ismét pályázni, mint gyümölcstermesztő, és ezt a feldolgozást szeretném még egy kicsit tovább könnyíteni, úgymond, ugye hiányzik egy gyümölcsmosó, ami nagyon nagy segítség lenne, hogyha volna, ugye egyik kicsibe asszonyokat fogadva kézzel történt ez a mosás, és most egy kicsit próbálunk előbbre lépni, gépesíteni. Egy gyümölcsdaráló is jó lenne egy újabb gyümölcsdaráló, és hát és többek között a gyümölcsösbe egy fűnyíró traktor is el kellene, ami van most egy 25-30 éves ilyen kis traktor, amit használok ilyen pillanatban, sok problémával, úgyhogy ezt is nagyon jól lenne leváltani. A két új pályázatra 2,2 milliárd forintos keretösszeget láttak elő, mondta Juhász Bálint. A Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője szerint ez legalább 1000 új sikeres pályázót jelenthet. Az egyik a kis családi gazdaságokat érinti. 1,5 millió dinár összegre lehet pályázni, 75%-os támogatási intenzitással, illetve hogyha három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, akkor 90%-os támogatási intenzitás érhető el. Itt alapvetően a méhészet, a gyümölcsészet, a zöldségtermesztés, az állattenyésztéshez kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekre lehet pályázni, és valóban a kis
gazdaságokat, termelőket célozzuk. Hektár korlát, illetve jószág egyedszám korlátokat állítottunk fel, hogy ne a nagy farmok, a nagy gazdálkodók, ne a nagytáblás gabonatermelők pályázzanak, hanem a minél racionálisabban használjuk fel az elérhető forrásokat. A dokumentumokat már most be lehet gyűjteni, amelyek szükségesek a pályázáshoz, és december 5-én nyílik meg a rendszer regisztrációja, a regisztráció frissítésére és a konkrét pályázati beadványnak a kidolgozására. Elektronikusan és papír alapon is határidőben be kell nyújtani a pályázatot ahhoz, hogy valaki tudjon pályázni, illetve hogy formailag is releváns és értékelhető pályázatot adjon át, és annyit tennék még hozzá, hogy minél előbb benyújtják, annál jobb. Az utolsó napokban szokott a pályázatok nagy része beérkezni, ez akkor akár sorbanállást vagy várakozást is generálhat. A pályázó gazdaságának kincstári bejegyzésében a bejegyzett földterületek nagysága nem haladhatja meg bogyós gyümölcsök esetében a 2 hektárt, egyéb gyümölcsök esetében az 5 hektárt, zöldségtermesztésnél a 3 hektárt. Állattenyésztés esetén a kincstárba bejegyzett állatok egyedszáma nem haladhatja meg a 75 darab juhot vagy kecskét, a 10 darab vágómarhát vagy tejelőtehenet, a 25 hízósertést, a 15 anyakocát vagy a 150 méhkaptárat. Minden szükséges információ elérhető az alapítvány honlapján, a prosperitati.rs címen. A tenyésztők többsége elégedett a jelenlegi felvásárlási árakkal, ami a sertést illeti. A hízóért 270-280 dinárt tudnak kérni, egyes dél-szerbiai helységekben pedig akár 280-290, sőt akár 300 dinárt is elkérhetnek most a kilogramonkénti felvásárlási árra. Az ünnepek közelettével, főként ugye az új év közelettével egyre nagyobb a kereslet a malac iránt. Jelenleg 500, néhol 550 dinár között mozog a kilogramonkénti felvásárlási ár. A tenyésztők mégis panaszkodnak, szerintük hatalmas gondokkal küzd az ágazat. A növénytermesztőkhöz hasonlóan az állattenyésztőket is megviselték az előző évek, és idén sem lett jobb a helyzet a rossz termés és az alacsony felvásárlási árak miatt. Egyes gazdák szerint a sertés tenyésztéssel foglalkozók szorultak legjobban a háttérbe. Az elmúlt években több gazdaságban is felhagytak a sertés hízlalással és az anyakoca neveléssel. Tótfaluban máskor havonta, sőt hetente több alkalommal volt disznószállítás. Most szinte egyáltalán nincs, panaszolta Zsoldos Róbert felvásárló. A héten volt egy szállításunk, de nagyon kevés mennyiség, úgymond 2-3 hetente jön össze egy 20-30 darab plafon. Hát a kínálat nagyon gyatra, kereslet az volna rá, csak hát sajnos az emberek, akik valamikor abba hagyták, azok nem hiszem, hogy újra fogják indítani a hízlalást itten a falu környékén is, a környező falvakban. Mikor kezdett el ennyire hanyatlani a sertéstenyésztés? Hát tavaly évben kezdett, körülbelül két éve kezdődött, tavaly évben nagyon, mivel hogy a gabonárak nagyon fönnvontak, a jószág ára pedig nagyon lén volt, ilyen 100 pár dinárok ki lehetett eladni a hízós sertést. Most per pillanat ilyen 270 dinári rakottunk a héten, hát a jövő hetit vagy a jövőben nem tudjuk, hogy mi lesz az ár, ez ilyen változó. Említette ugyebár, hogy nem igazán van állomány, mennyire válogatnak a vásárlók? Hát most nem válogatnak a vásárlók, most örülnek, ha disznótanának, most tényleg a 200 kilósat is mihiány elviszik első osztályban. Mi okozta ezt a hirtelen nagy árcsökkenést is, illetve arra, hogy ugye nem is igazán volt keresletre? Hát az árcsökkenést a behozatal határozta meg, mivel hogy állítólag úgy hallottuk, Németországba hoztak be valami féldisznókat 230 dinári, akkor le is esett a itteni vágó hízó ára, 240 dinár volt egy hónapig körülbelül, most állítólag megállt a behozatal, most kicsit fölfelé ível az ára, hogy meddig ezt nem tudni. Az új év kihatással lesz rá? Hát volt, mikor az új év volt kihatás, azon a téren, hogy lefelé indult meg az ára. A kiszámíthatatlan piacon a kistermelők szinte kivétel nélkül feladták a harcot.
pedig még nem is olyan régen a vidéken élő családok szinte mindegyike tartott legalább saját részre malacot, hízót vagy anyakocát. Ami az országos szintet illeti, régen több milliós sertésállományról beszéltek. Statisztikai adatok szerint utoljára 1955-ben volt ilyen kevés sertés Szerbiában. 2011-ben 3,28 millió egyedet tartottak nyilván, 2018-ra ez a szám 2,78 millióra csökkent. Mára pedig elmondhatjuk, hogy behozatalra szorulunk. A malac esetében sem jobb a helyzet, egyelőre az új év közelette miatt van kereslet irántuk, 550 dinár körül mozog a kilogrammonkénti felvásárlási ár, de ezeket a malacokat nem hízlalás, hanem azonnali fogyasztás céljából vásárolják fel. A malacnak az ára most a jelen pillanatban elég jó, most ilyen 500-550 dinárokat kéregetnek az emberek, még de el is lehet adni, azt mostan keresik a malacot. Gondolom, malac sincs. A malac azért az úgy néz ki, hogy azért kicsit több van, mint hízósertés. Szerintem az véget, mert arra nem kell annyi költséget rákölteni, mint egy hízóra, mire fölhízik. Mi a helyzet a kéztakarmánynak az árával, hisz csökkent ugye a gabonára? A kéztakarmány ára igen, az csökkent valamilyen módon, egy ilyen 30-40%-kal esett, mivel a gabonárak is leestek felére. Jó, a kéztakarmány ára nem ment az annyira, mint a gabonárak. Az év elején Szerbia megnyitotta kapuit a külföldi sertés behozatal előtt, ugyanis eltörölték a vámot. A legfeljebb 50 kg súlyú egyedek behozatalára kivetett vám eltörléséről szóló határozat az illetékes tárca szerint lehetővé teszi az elmúlt 10 évben szinte megsemmisült állatállomány helyreállítását. Miközben az állam ezzel az intézkedéssel próbálja fellendíteni a sertéshízlalást, a mezőgazdasági termelők egy része úgy véli, hogy nem ez a legjobb megoldás, mert így tovább gyengítik a hazai állattartókat. Szerintük a kellő jószág mennyiséget itt, Vajdaságban is fel lehetne nevelni, ha a gazdákat jobban támogatnák az illetékesek, ha reálisak lennének a terményárak és a befektetési költségek. Így a tenyésztők is jól járnának, a lakosok pedig minőségi hústermékeket vásárolhatnának. A madárinfluenza egy erősen fertőző változata jelent meg Magyar Kanizsa község területén. A gócpont a velebiti halastó, ahol becslések szerint az elmúlt hetekben mintegy 600 daru hullott el. Magyar Kanizsa községben a velebiti halastó környéke közkedvelt a madarak körében. A vándormadarak köztük a szürke darvak is itt szoktak megpihenni. Az idei évben azonban több közülük itt pusztult el. Az elhullott állatokat megvizsgálták és megállapították, hogy a H5N1 vírus megtalálható a szervezetükben. A vírusok nagyon változó képes szervezetek, és ez a mostani mutáció változat pont a darvakra. Lehet, hogy másik madarak is fogékonyak. Darvak nagyok és könnyű megtalálni őket, talán ez az egyik oka. Korábban is vadrécék, vadludak is, sirályok is betegedtek meg. Kisebb madarak nehezebb megtalálni őket, talán ez az oka. Hogyan lehet veszélyes a házi baromfikra ez a vírus? Mikor a madárinfluenza jelenik meg egy területen, akkor a hatóság föl szokta hívni a figyelmét a lakosságnak, hogy tartsa csukva a baromfi állományát. Ez farmokra, nagy gazdaságokra különösen érvényes, ahol általában ilyen technológia is működik, hogy a vadmadarakkal ne tudjanak kapcsolatba kerülni. Fogékonyak lehetnek a házi madarak is. Magyarországon 4-5 vármegyében már jelen van ez a korábbi óta ez a vírus, és károkat okoz, főleg vízi baromfin, ludon, vagy házi kacsán, házi libán. Úgyhogy feltételezhetjük, hogy nálunk is hasonlóan fog agresszívan viselkedni, hogy a többi baromfi mennyire érzékeny, ez még eztán fog elválni. A vírus állandóan változik. A vírus a szárnyasok közötti kontaktussal levegő útján terjed, így a házi baromfira is veszélyes lehet. Sőt, volt már rá példa, hogy az emberi szervezetben is kimutatták a fertőzést. Elméletileg lehet veszélyes, a madárinfluenza vírus terjed már rá emberre, mag egészséges emberek nem szokták elkapni, de a vírus meg tud változni, ezt láttuk az elmúlt években a koronáról, ami nem emberre veszélyes vírus volt, és meg tudott változni annyira, hogy egy globális járványt okozzon, tehát ez is meg tudhat elméletileg változni. Köthető az évszakokhoz a vírusnak a terjedése?
A madárinfluenza ebben egész évben itt volt a Pannon-medencében, a környékünkön. Ez az első év talán, hogy nem szezonálisan jelentkezik, vándormadarak hozzák általában ezt a vírust az őszi vándorlásukkor, és ugye most intenzívebbé válik a fertőzés, hogy a vándorlás tart. Ugye említi, hogy vándormadarakról van szó, honnan jönnek ezek a madarak, és hogyan kerül bele az ő szervezetükbe egyáltalán ez a megbetegedés? A darvak, akik most legjobban exponálva vannak ebben a betegséggel, Észak-Európából és Nyugat-Szibériából jönnek ide a mi vidékünkre, egész Európán keresztül vonulnak, annyira jönnek délre, amennyire az időjárás hajtja őket, általában Európába szoktak maradni, és ez most a csúcsa az őszi vonulásnak. A madarak idegrendszerét támadja meg a vírus e fajta mutációja, és egy-két nap alatt elpusztulnak. A velebiti halastónál eddig mintegy 600 madárinfluenza által elhullott szürke darvat találtak az illetékesek. Ezek az elpusztult állatok, konkrétan a darvak, ezek a velebiti halastó területén vannak. Nem szanaszét, hanem ugye a vízi állatról beszélünk, ezért a magában a tóban vannak. A lecsapolt tó részen, az iszabban. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy bele estek a vízbe, hanem benne vannak magában az iszapban, egy másfél méteres iszap réteg van most a halastó igazgatója szerint, és ebben találhatóak az elpusztult állatok. Ez egy erősen fertőző vírus, ami most megjelent itt közöttünk, tehát ez nem Kanizsa község területén vetette fel a fejét, hanem Magyarországról jött. A kollégák elmondása szerint Szegeden a halastónál 2000 példány pusztult el, míg itt nálunk 600 darab. Úgyhogy voltunk teremszemlén a halastón, és az igazgató elmondása szerint a másik állatok nem pusztulnak el, csak a darvak, valami érdekes módon, de tényleg láttunk szürkegémeket, fehérgémeket, kócsagokat, kormoránokat, mindenféle állatok repülnek, és ott vannak. Tehát nincs akkora veszély, mint ahogy ez elterjedt a nép körében. Az illetékesek a halastótól számított 3 kilométeres sugarú körben lévő területet fertőzöttnek nyilvánították. Ehhez a területhez tartoznak Velebit és Ilonafalva települések, illetve azok határa. Az erről a területről származó baromfit, baromfi húst, tojást, napos csibit kihozni, illetve árusítani tilos. A minisztérium határozata szerint a község többi területe veszélyeztetettnek van nyilvánítva, kivéve Martonos és Horgos településeket. A határozat szerint a veszélyeztetett területen tilos az élőszárnyasok árusítása. Nem tüntetnek tovább a gazdák az utakon. Eredményes volt a mezőgazdasági termelők és a szerb kormány képviselőinek maratoni tárgyalása Kiszácson. Az 5 órás egyeztetést követően sok témában megegyeztek a felek, de ennek ellenére bizonyos problémák megoldásán még dolgozni kell. Az elégedetlen mezőgazdasági termelők november 13-án vették ismét blokád alá az utakat Szerbia több városában. 9 napnyi útlezárás után úgy döntöttek, hogy nem akadályozzák tovább a forgalmat, és gépeiket az út mellé parkolják, mivel a szerb kormány tagjai hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni követeléseikkel kapcsolatban. Egyebek mellett az üzemanyagvásárlás terén is több előrelépés született. A gazdák kedvezményes áron 179 dinárért juthatnak hozzá a gázolajhoz, ezután pedig a jövedéki adót visszatérítik nekik, ami további 50 dinárt jelent literenként. A tankolás mennyiséget is tovább növelik. A májusi tüntetések alkalmával a korábbi hektáronkénti 9000 dináros támogatást a duplájára emelte a kormány. Most pedig a vetőmag vásárlására növelték meg a támogatást további 17000 dinárig. Fokozottan ellenőrzik Szerbiában a halértékesítést a karácsonyi nagybőjt idején, jelentette be a mezőgazdasági minisztérium állategészségügyi igazgatósága. Ebben az időszakban ugyanis megnő a friss és fagyasztott hal forgalma, ezért a rendszeres ellenőrzések mellett rendkívüli kockázatbecslésen alapuló ellenőrzéseket is végez, különös tekintettel azokra a helyekre, ahol nagyobb a kereslet és kínálat a várható ünnepek alatt. Felhívták a figyelmet arra, hogy minden nyilvántartott létesítményben ellenőrzik a friss és fagyasztott halakat, a halbeszerzésről szóló igazolásokat, a nyomon követhetőséget, a tanúsítványokat, a halkezelés módját,
a tárolási hőmérsékletet és a lejárati időket, valamint az állatorvosi felügyelők mintát vesznek a halakból, és mintákat küldenek az erre feljogosított laboratóriumokba. Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat megtekinthetik a Pannoner TV honlapján. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal. A viszontlátásra!